A földművelésből élők számára fontos időszak következik most, fogalmazott dr. Pajtó Gábor. A megyei kormány megbízott kiemelte, a napokban nyilvánosak lesznek a licitálható állami földek helyrajzi számai, november közepétől pedig folyamatosan megindul maga az árverés is. Érdekességként mondom, a legnagyobb földrészlet a 128 hektáros, a legértékesebb az a 150 milliós licitáron kerül meghirdetésre, míg a legkisebb is 1 millió forintos értéket képez. A licitek minden esetben a piaci ár felett minimum 10%-kal indulnak. Heves megyében a kormányhivatal bonyolítja le a nyilvános árverések folyamatát. A tájékoztatón elhangzott, az árveréseket a Szövetkezet utcán tartják majd. Fontos a személyes megjelenés és a jogi képviselő részvétele is. Pajtó Gábor hozzáfűzte azt is, a spekuláció elkerülésére az államnak 20 évig visszavásárlási joga lesz az érintett területekre.